Majális Kapuváron. A színes változatos műsorban felléptek a dr. Barsi Ernő Alapok Művészeti Iskola táncosai. A téren megy a
omlát asztalára. Úgy a csinkát, hogy majd megmondom, hogy hogy, hogy 100 forint a csipe ára. Lecsapom az asztalára, 100 forint a csipe ára. Lecsapom az asztalára. Három lábú körbe szék, körbe szék, körbe szék. Ez a kislány, jaj de szép, jaj de nagyon szép. Három lábú körbe szék, körbe szék, körbe szék. Ez a kislány, jaj de szép, jaj de nagyon szép. Kettő dobogás, három tapsolás. Ne neves, ne neves, mert meg tudják, hogy szeret. Kettő dobogás, három tapsolás. Ne neves, ne neves, mert meg tudják, hogy szeret. Három lábú körbe szék, körbe szék, körbe szék. Ez a kislány, jaj de szép, jaj de nagyon szép. Három lábú körbe szék, körbe szék, körbe szék. Ez a kislány, jaj de szép, jaj de nagyon szép. A Gólyalábosok műsorába a kapuvári gyerekek is bekapcsolódhattak. Tessék, csak tessék! Közelebb, közelebb, nem veszélyes övezet! Jól figyeljenek! Schluss! Plusz és plusz! Megérkezett önökhöz a Vagabanda óriás cirkusz! Félkörbe helyezkedjenek el, legyenek oly bátor! Ahogy fölnézek az égre, kiklik a cirkuszi sátor, mindenki foglalja el! Ülő, fekvő, jaj, miket beszélek! Álló helyét, remélem senki sem hagyta otthon a virágos jó kedvéért! Muzsika! Tisztelt hölgyek és urak! A Vagabanda óriás cirkuszát látják, ki ne hagyják, mert megbánják. Ugyanis láthatják Jászmint, a világ legkecsesebb és legbájosabb elefánt hölgyét. Itt lesz közöttük Csörrösi Kellepelek, az idomított gólya. Köszönjük szépen! Szerváca a zsonglőr, a négykezű titán, és bűvész mutatványunktól remélhetőleg tátva marad a száj, és lesz! Tűznyelő mutatvány, valódi tűzzel, nem hamisítvány. Muzsika! Hölgyeim és uraim, remélem mindenki kényelmesen elfoglalta a helyét. Igen? Jó, hát ez olyan vérszegény volt, hogy ebben a magasságban nem is hallottam belőle semmit. Szóval, mindenki kényelmesen elfoglalta a helyét? Na, ez már sokkal jobb volt. Nos, akkor lesz ámulni ok, mert hogy 10-ből visszaszámolok, és kezdődik az előadás. Arra kérném a nagy érdemű publikum, hogy segítsen velem együtt számolni. Jó, figyelem! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hát akkor kezdődjék az előadás! Hoppá! Thank you.
Köszönjük szépen a szinni nem akaró tapsot! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Tisztelt ezer arcú sokadalom! Elsőként szólíthatom a világ híres nagyutazót, a nagy artistát! Nem túlzok, mert hogy nem egy túlzok, hanem csörrösi kelepelek az idomított gólya. Amint látható, nincs szüksége dobogóra. Voilà! Köszönjük szépen, köszönjük szépen! Hát amit látható, gólyánk kissé nagyobbra nőtt közönséges fajtársainál. De mindenkit biztosíthatok arról, hogy gólyánk minden olyan mutatványra képes, amelyet egy közönséges gólya is be tud mutatni. Olyan egyszerű mutatványokra gondoltam, mint például, hogy ő hozza a kisbabát, de most nem ezt fogjuk megmutatni, hanem például képes kelepelni. Persze csak akkor, hogyha szeret szerepelni. Ime, lehet biztatni! Voilà! Köszönjük szépen, köszönjük! És ez még nem minden. Ugyanis gólyán képes órák hosszat fél lábon állni. Na most ezt a műsor idő rövidségére való tekintettel három másodpercbe fogjuk önök elé tárni, dramatikusan fűszerezve. Figyelem, koncentráció, mindenki gondoljon arra, hogy a gólyán fél lábon áll. Figyelem! Jaj, köszönjük szépen! És ez még mindig nem minden. Mert úgy látom az úr, igencsak gyére méri a tapsot, úgyhogy az ő kedvéért egy nagyobb attrakciót fogunk bemutatni. Igen, önhoz beszélek, nem kell kifáradni, köszönöm szépen a tapsot. Nos, képzelje el uram, hogy gólyánk éves afrikai útja során meglátogatta vad berber törzs, az emberevő nyam-nyam törzset, és megtanulta a napcsalogató, esőűző ritustáncát. Most ezt fogják látni, Vagabanda, afrikai folklór. Figyelem! Esernyőket és az esőkabátokat nyugodtan ki lehet hajítani, ugyanis a mai napra a jó idő szigorúan garantált. Hölgyek és urak, most pedig következzék a Laterna Magica, a gyenge idegzetű nézőinket arra kérem, hogy hunyják be a szemüket, mert most az önök szeme előtt
gólyánk át fog változni. Szervácá! Muzsika! Wow. Köszönjük szépen! Csörösi kelepeleket látták az idomított gólyát. És most, tisztelt kapuvári polgárok, a 2017-es esztendő legnagyobb szenzációját fogom bejelenteni. Társaságunknak sikerült leszerződtetnie a világ legkedvesebb és legvárjosabb elefánt hölgyét, Jászmint és Idomárát, a kalkuttai Murabát, egyenesen a mesés messzi Indiából. 6 tonna tömény szeretet. Viszont arra kérem a szülőket és a gyermekeket, ugyanis elefántunk rövidlátó, hogy nehogy beszaladjanak ide a játéktérre, mert félő, hogy palacsinta leend, jaj, és egyéb más úti baleset. Hölgyek és urak, a Vagabanda óriás cirkusz színpadán Muraba mestere és elefántja, Jászmín! Köszönjük szépen a tapsot! A Majárison fellépett a Hanság Big Band. Részletet láthatnak a műsorukból. Horváth Roland a klarinétnál. A Let's Dance című számot játszotta. Most pedig, hölgyeim és uraim, a beállás során hallhattak és láthattak egy csinos hölgyet, Svahófer Zsófiát, állandó énekesünket. Fogadják sok szeretettel az ő kis műsorát. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that beat of pain? And that happy tune is yours now. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in a shade
with those blues on parade. But I'm not afraid. This rubber's crossed over. If I ever had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Could I stand my feet on the sunny side of the street? Felhívjuk nézőnk figyelmét, a kapuvári majális bővebb összeállítását egy későbbi időpontban mutatjuk be.